Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Látványos munkálatok zajlottak az elmúlt héten az Ajkai uszoda építkezésén. Mi is ott jártunk pénteken, hogy be tudjunk számolni Önöknek az aktualitásokról. Kérem, tartsanak velünk! Látványos részéhez érkezett az uszoda építés a Kristályfürdőnél. Mi zajlik most? Jelen pillanatban az uszoda főépületének, vagyis hát az a medence terének a lefedése folyik. Megérkeztek azok a tartó elemek, amelyik majd a szendvics panelt fogja tartani, tehát a födém szerkezetnek a tartó elemei érkeztek meg. Ennek a felhelyezése történik meg a napokban. Jelen pillanatban 5 darabot hoztak, összesen 11 darab kerül felhelyezésre. Ugye ez egész speciális, hiszen több mint 30 méter fesztávolságról beszélünk, és útvonal engedélyt kell kérni ahhoz, hogy az ide kerüljön, tehát ide tudják szállítani. Ez csak éjszaka történet, ez megtörtént, ennek a felhelyezése most történik, és a jövő héten folytatódik. Várhatóan körülbelül kedden megtörténik az összesnek a felrakása, és akkor elindulhat egy újabb látványos elemnek az előkészítése, hogy a maga a tető szerkezet szendvics paneljai, az előre szigetelt szendvics paneljai kerüljenek a helyére. Mi lesz ezután a következő lépés? Ugye azért nem tudtak úgymond látványos munkát végezni a kivitelezők, mivel addig, amíg ezek a tartóelemek nincsenek a helyén, nem tudnak medenceteret építeni, hiszen a darúval, ami a beemelést végzi, be kellett magába a medencetérbe talpalni, ott kellett megállni, onnét helyezik föl, és amikor ez megtörténik, akkor kerül igazából a medencének a kialakítása, a belső területnek a vízelvezetésének a kiépítése, a padlófűtésnek a kiépítése, magának a medencének a kiépítése, tehát akkor kezdődik igazából az a munka, ami már a végleges formáját önti majd, hogy milyen lesz az uszoda. Milyen lesz az uszoda véglegesen? Hát én azt mondhatom, én láttam a terveket, tehát én azt mondhatom róla, hogy egy nagyon szép uszodánk lesz. Lesz egy 33 méteres medencénk feszített víztükörrel, ami nem lesz korlát, úgy, mint a régi medencénél, és a gyermekek részére a régi 65 négyzetméteres medence helyett kerül egy 101 négyzetméteres tammedence, és ott, ahol régen a zuhanyzók helyezkedtek el a sátor alatt, ott pedig egy úgynevezett előmelegítő medence kerül kialakításra, ami jacuzzi magyarra lefordítva, ha már ezt mondhatom, tehát lesz egy jacuzzi, és azt minden vendég igénybe tudja venni. Elkészül a szeptemberre az uszoda a tervek szerint? Tervek szerint ugye az uszadának az átadás határideje szeptember 30, természetesen az időjárás mindig közbeszól, tehát a csapadékos időjárás ideje alatt nem nagyon lehet ezt a munkát végezni. A kivitelező azon van, hogy ez szeptember 30-ára átadásra kerüljön. Én most úgy látom, hogy valamennyi kis csúszás biztos, hogy lesz, de a kivitelező vezetőjével történt egyeztetés alapján, amennyiben szükséges, természetesen elrendelik a túlórat, és akkor azon vannak, hogy ők minél hamarabb ezt a létesítményt át tudják adni a nagy közönség számára. A vendégek a strandot addig is látogathatják. Milyen változások vannak jelen pillanatban? Hát ami a legjobban érinti a vendégeket a változás az, hogy most nincs öltözőszekrény, amit igénybe tudnak venni, tehát a hozzánk érkező vendégek az öltöző kabinba tudnak átöltözni, és az értékeikről saját maguknak kell gondoskodni, azoknak a védelméről, mert nincs uszodaépület, ahol az öltöző rendelkezésre áll, természetesen vizes blokk minden ugyanúgy rendelkezésre áll, csak az öltöző kabinok és az öltöző szekrények nem. Működnek-e az élményelemek? Az élményelemek korábban úgy volt, hogy automata vezérelte, mivel az élményelemnek a vezérlő egysége a régi uszodaépületbe volt elhelyezve, ugye az most kibontásra került, tehát most is működnek az élményelemek, csak kézi vezérléssel. Amikor a vendég ide érkezik hozzánk, és azt mondja, hogy valamelyik élményelemet szeretné ő igénybe venni, szól az uszomesternek, és minden további nélkül bekapcsolja, és élvezheti a szolgáltatásokat. Vannak-e változások a belépő jegyek árában? Hát minimális változás, ugye minden évben azért történik, egyetlen egy példát kiemelnék, mondjuk egy felnőtt jegy tavalyi évben 1600 forint volt, az 1700 forint lett az idejében, de ugyanazok a kedvezmények továbbra is élnek, mint a korábbi években, tehát az Ajkai lakos lakcímkártya felmutatásával 10% kedvezményben részesül, vannak félnapos jegyeink 9-től 3 óráig és 3-től 9 óráig, vannak családi kedvezmények, tehát nagyon sok olyan formájú jegyet alakítottunk ki, hogy az ide érkező vendégek mindenféle kedvezményt igénybe tudjanak venni. Minden évben szervez különböző programokat a Kristályfürdő a vendégek részére. Lesz-e idén is ilyen?
Igen, három olyan nagyobb rendezvényt tervezünk. Az első, ami megtörténik, majd a Pannonvár Színház előadása lesz, kettő színházi előadás, az július 18-án, 19-én. Ott délelőtti előadások is lesznek a gyerekek részére, amelyik természetesen az itt lévő gyerekeknek ingyenes. Az esti előadás az külön fizetős. Azon kívül lesz egy Kassa-Tibi koncertünk, ami a szépségversennyel egybekötött, és lesz egy amatőr zenei fesztivál, ahol várjuk a jelentkezőket, az ajkai együttesek és az előadók részéről, akik meg tudják mutatni, hogy mire képesek, mit tudnak. Várhatóan mikor lesz a szépségverseny, illetve ez az amatőr zenei fesztivál? Hát ez a július és augusztus hónapban kerül megrendezésre. Ugye most előbbre hoztuk a szépségversenynek a megrendezését is, mert tavaly augusztus hónapban volt, és az időjárás már akkor nem igazán kedvező, tehát júliust céloztuk meg, hogy akkor legyen a legjobb időjárás. Én bízom benne, hogy most sikerül eltalálni azt az időpontot, amikor nem mos el az eső. Természetesen megpróbáljuk úgy intézni, hogy amennyiben mondjuk a szombatra megtervezett időponton mégsem lesz olyan idő, akkor áttesszük vasárnapi napra.